Forgatják a bográcsot, nehogy lekapjon az alja, rotyog benne a finomság. Mindez a csanádpoltai gasztronómiai napfőző versenyére készül. Szombaton a városi sportpályán több mint 1500-an gyűltek össze, közöttük többen a környező országokból érkeztek. Rengeteg vidéki érdeklődő van, azt gondolom, hogy lehet, hogy csanádpoltán az elkövetkezendő időben egy csúcseseményé kell nyilvánítani, és teljesen erre kell fókuszálni, hiszen úgy tűnik az embereket a gasztronómia, a jó érzés, a szabadság, a szeretet, a különböző italok azért összehozzák, úgyhogy mindenképpen azt gondolom az elkövetkezendő időben is erre kell hangsúlyt helyezni, hiszen látjuk, hogy itt vannak a lovasok, hogy a lovasverseny is van, és itt a településnek azt mondom, hogy ha 40%-a részt vesz egy ilyen eseményen, akkor az üdvözlöm. Vannak határon túli és határon belüli, elsősorban csanádpoltai csapatok, azon kívül vannak zsombolyaiak, gyertyámosiak, lippaiak, nagylakiak, pécskaiak, akkor azon kívül van a padai csapat, hiszen ők a projektpartner, és azon kívül elég sokan vannak vidékről, és még ezután jönnek azért sokan Királyegyesről, Makurról is sokan jelezték a részvételüket. A gasztronap egyik különlegessége, hogy nem csak a jól bevált hazai, hanem más országok ízei, receptjei is előkerülnek ilyenkor. Így lesz határokon átívelő kulturális és baráti tapasztalatcsere, együttműködés a rendezvény. Már egy jó pár éve részt veszek ezen a gasztronómiai versenyen, gulyás versenyen egy csanádpalotán. Hát természetesen, hogy ennyiszer már visszatértünk, gondolom azért, mert nagyon jól érezzük itt magunkat. Nagyon jó hangulat van, és teljesen meghökkentő az, hogy egy ilyen város, mint Csanádpalota egy ilyen gasztronómiai versenyt tudott rendezni, ha figyelembe vegyük azt, hogy több mint 50 résztvevő van ezen a versenyen. Múltásszerűen emlékszem, hogy 37 volt, tehát ez nagyon szép szám. És hát nagyon sok sikert kívánunk nekik, mind a résztvevőknek, mind a város vezetőségének, és innen tovább minél több ilyen gasztronómiai versenyt rendezzenek évente.